Ez az a kormányhatározat, ami engedélyezi, hogy a termőföldből ipari területet alakítsanak ki a kozármislényiek. A Baranyai kisváros célja, hogy termelő cégek telepedjenek le közigazgatási területén. Azonban ehhez hiányoznak a múltból örökölt, modernizálható ipari területek a településen. Nem rendelkezik barnamezős területekkel, nem rendelkezik lepusztult ipari területekkel, mint általában más városok, ezért csak mezőgazdasági, zöldmezős területekhez tudunk hozzányúlni, annak érdekében, hogy termelővállalkozások erősítsék a várost, hiszen a város lakosságszáma megduplázódott, és ahhoz, hogy hosszú távon fenntartható legyen az a település, a közműveket finanszírozni lehessen, a közszolgáltatásokat, kellenek olyan adófizető termelővállalkozások, mint minden egészséges városban. A termőföldeket azonban nem lehet csak úgy ipari területté nyilvánítani, kivonni a mezőgazdasági termelésből. Ehhez a kormányzat döntésére volt szükség, mondja a terület országgyűlési képviselője. Egy 2,5 hektáros helyrezi számú területet a kormány határozatban mondta ki a tegnapi napon, is a mai magyar közönyben meg is jelent, hogy ezt átminősítheti a város ipari fejlesztési területté, és ide egy akár több ezer négyzetméteres ipari csarnok építhető. A lokációja kiváló, hiszen az M6-os autópálya déli oldalán helyezkedik el, aszfaltos út mellett, a közműveket még oda kell persze vinni, tehát fejlesztés alá kell helyezni a területet. A közművek kialakítását még idén elkezdi az önkormányzat. Még 2016-ban vásároltak termőföldeket itt a várostól délre. Ebből minősítettek most át 2,5 hektárt. Erre már két komoly érdeklődő cég bejelentkezett, akik innen látnák el külföldi piacaikat termékeikkel.